Ez az élmények otthona lesz. Ez teli lesz, csupa, apró, örömmel. Magyar fertőnek sajnos 53 év vitorlázás után búcsút mondok. Feldolgozhatatlan. És az feldolgozhatatlan, hogyha a módja és a módszer ennek a szegésznek. Amikor beszélek róla, egyrészt nagyon az érzelmek elragadnak, másrészt időnként úgy gondolom, hogy ez egy álom, amiből egyszer csak felébredek, mert ha ezt a beruházást itt megengedik egy nemzeti parkban, akkor egyetlen egy magyar nemzeti parkot nem fog tudni megvédeni. A Fertőtó magyar szakaszán csak Fertőrákosnál a Nemzeti Park területén egy Natura 2000-es besorolású területen van strand és vízitelep vitorlásoknak, kenuknak. Évtizedek óta beszélnek ennek felújításáról, hisz gyakorlatilag a rendszerváltás óta nem fejlődött, nagyon leromlott az állapota. Különböző tervek születtek, míg végül 2019-ben 23 milliárd forintot különített el az állam arra, hogy fejlesszék ezt a területet. Akkor mutatták be a terveket is. Ez sokaknak meglepetést okozott, hisz olyan elemek vannak benne, amelyek szerintük nem egy nemzeti parkba valók. Kun Zoltán természetvédelmi szakember és Major Gyula, egy nyugdíjas soproni gépészmérnök azért alapították meg a Fertőtó Barátai Egyesületet, hogy megakadályozzák ezt a beruházást. Egyelőre nem sok sikerrel. Ma már 32 milliárd forintnál tart a költségvetése és teljes állami finanszírozásból épül. A projekt gazdája a miniszterelnökség alá tartozó Sopron-Fertő turisztikai fejlesztő non-profit ZRT. A cég nem akart interjút adni a 444-nek, a vezérigazgató álláspontját így interjú híján a Sopron TV-nek adott beszélgetésből kölcsönzött. Egyébként nagyon szépek a tervek. Már a munkák is elindultak. A kivitelező a Mészáros és Mészáros Kft. Egyelőre tereprendezés zajlik és a cölöpházak elbontása, de erről később. Jaj, nagyon sok minden volt itt most hirtelen. Mekkora ez a terület? Durván 60 hektárról van szó, 56-60, a szolgáltató rész az négyszeresére növekszik a 2018-as állapothoz képest. Ezen a területen valahol meg kell oldani bizonyos felületeknek a burkolását. Mi igyekeztünk a lehető legzöldebb területet kialakítani. Rá kell menni a Google Earth-re, meg lehet nézni visszamenőleg, hogy 2013-2018-ban itt mi volt. Ezek a területek nagy része még zöld terület volt. Nem a legértékesebb része a nemzeti parknak, és senki nem mondta, hogy a legértékesebb rész. De nemzeti parki terület, védett terület. A Fertőn körbe sehol nem lesz egy olyan strand a jövőbe, ahol ilyen nagy a zöld felületnek az aránya, ami több mint 70%. Hát, ja, igen, tudjuk, 30% új burkolat. De ha nem lenne ez a fejlesztés, hanem élőhely rehabilitáció lenne, és mellette lenne a strandnak a felújítása, akkor gyakorlatilag a 100% zöld felület maradna. Itt, nem is a múltkor valaki megfogalmazta, hogy azt fogják bemutatni, hogy mit pusztítottak ki. Hát itt egy nagyon komoly kétértű populáció él. Nyilván ez a terület nagyon fontos madár, volt madárfajoknak is, amik esetleg a lepusztult, vagy nem a legértékesebb, de nádasban éltek. A cölöpházakon rendszeresen fészkeltek fecskék, ez most akkor megszűnik. Építik a kikötőt, a strandot, ami indokolt is. Épül egy hatalmas sportcentrum, teniszpályákkal, műfűves labdarúgópályával. Épül 26 apartmanház, bár a környezetvédelmi engedélybe csak 20 szerepel. Épül egy ökocentrum is, ami bizonyára látványos lesz. Az kérdés, hogy ezt a természetvédelmi területre kell leépíteni. Ennek van egy előképe ennek az ökocentrumnak, a Tiszatónál, Poroszlón, de ott az a ökocentrum az nem a védett területen belül van, hanem a védett területen kívül, és onnan az emberek, ha akarnak, be tudnak menni a védett területre. És akkor a legvitatottabb téma az a szálloda. A szálloda az egy százszobás szálloda, szerintem a tévénézők közül többen járnak szállodába. Tudják, hogy egy százszobás szálloda az körülbelül maximálisan mondjuk egy olyan 2000 négyzetméteres alapterületű. Tehát lehet látni, hogy ez egy 60 hektáros területen egy 2000 négyzetméteres szálloda az semmilyen erőltetéssel nem lehet szerintem szálloda komplexumnak hívni. Magyarországon a vizek mentén, tavak, folyók mentén egy úgynevezett parti sávot jelölnek ki. Ez a Balatonnál egy 30 méteres sáv, a Fertőtónál ez egy 6 méteres sáv. A hármas paragrafus pedig azt mondja, hogy a parti sávban csak bizonyos létesítmények helyezhetők el. Szálloda és apartmanház nincs ebben. Itt kinyitották a Pandora szelencét, engedélyeztek két olyan épületet, a 26 apartmanházat és a négycsillagos szállodát, ahonnan gyakorlatilag a teraszról beugrasz a vízbe.
Ez egy életben lévő kormányrendelet? Ez egy élő kormányrendelet. A kormány a saját rendeleteit nem tartja be. Ki fogja üzemeltetni azt a szállodát? Ezt megkérdeztük szintén a Kárpáti úrtól, az ERT vezérigazgatójától, hogy ki lesz az üzemeltetője, azt a választ kaptuk, hogy ez még nem időszerű. Ez 100%-ban csak és kizárólag adófizetői pénzből épül föl. Az ön, illetve bocsánat, a te adódból, az én adómból, meg mindenki másnak az adójából, aki Magyarországon adózik. És ezért mondom azt, hogy tudnunk kellene, hogy ki fogja üzemeltetni. Könyörgöm, én finanszírozom. Én, meg te. A Fertőrákosi terület története nem áll meg ott, hogy a magyar állam 32 milliárd forintért szállodát és apartmanokat építene egy nemzeti parkba, a természetvédelmi övezetbe, és erre minden engedélyt meg is ad magának. Az 1960-as években egyre több cölöpház épült itt, pont ott, ahova most az apartmanházakat tervezik. A kezdetben a pártállam vállalati üdülőiből a rendszerváltás után alakuló magáncégek, valamint magyar és osztrák tulajdonosok házai lettek. Hát ott vannak a házak. A nyugalom, ami itt árad a természetből, az páratlan. Mi ott éltünk a tavasztól őszig. Mi ott töltöttük tehát nekünk az volt a családi házunk. Április végén, májusban leköltöztünk, és egész október közepéig itt voltunk. 2017-ben jó pár ház leégett egy tűzvész során. A megmaradt cölöpházak tulajdonosai ezért is örültek annak, hogy a területet fejlesztik majd. Egészen idén januárig tartott az örömük. Január közepén megkaptuk a felmondást, és 90 napon belül bontjuk el a házat. Cölöpházzal, tokkalvonóval együtt mindenestül, úgyhogy ennek a költsége 35-40 millió forint. Ezek állami területen lévő bérlemények. Az idő eljárt fölöttük. A terület, amin a házak állnak, maga a tó. Ez az állam tulajdona, míg a cölöpházak vagyontárgyként a tulajdonosoké. Ezért 120 milliót ajánlottak 4 évvel ezelőtt. Mondtam, hogy a világ pénzért nem adnám el. A világ pénzért nem adnám el, mert annyira szeretek itt lenni. Egy év álltam a Fertőtóval. Kettejükkel beszéltünk, egyikük nem vállalta az arcát. Azért van ez az óvatosság, mert több ismerősünk is megkapta már a megkeresést az ügyben, hogy jobb lesz, hogyha leálltok ezzel a az összefogással. A fejlesztés kezdeti terveiben úgy volt, maradhatnak akkor is, ha a partot fejlesztik. Semmi nem utalt arra, hogy ezek nem tartós jogviszonyok, hanem így egyik napról a másikra föl lehet mondani ezeket a szerződéseket. Egy nagyon rövid 90 napos felmondási határidőt kaptak, ezért estek kétségbe és kerestek jogi támogatást. Sajnos helyben több jogász kollega úgy gondolt, hogy távol tartja ettől az ügytől magát. Többen már neki is álltak a bontásnak. Mostanra már csak 4 ház áll. Nem feltétlenül azért, mert azt érzik, hogy nincs igazuk. Nem feltétlenül ezért fognak a bontáshoz, hanem inkább, hogy hamarabb megszabaduljanak ettől a nyomástól. Én nem tudom elbontani, mert ezt a házat szüleimmel építettük, saját kezdőleg, és egyszerűen nem tudnám úgy megfogni, hogy elbontsa. Ez olyan anyagi teher is, az érzelmi részéről meg ne is beszéljünk. Tehát az egyszerűen én magamon azt hiszem, hogy feldolgozhatatlan. És az feldolgozhatatlan, hogyha a módja és a módszer ennek az egésznek. Mindez lépésről lépésre, a helyi valós igények felmérése után, többszörös társadalmi és szakmai egyeztetést követően, a természetvédelmi szempontokat figyelembe véve. Egy ekkora beruházásnál egészen biztosan egyeztetnek az ott lévő tulajdonosokkal. Hát én nem sok ilyen egyeztetésről tudok. A valós igényeket felmértük, és annak egy megfelelő méretezést tudtunk hozni. Senki nem egyeztet, nem ült le egy tárgyalóasztalhoz. Folytak a háttérmunkálatok, főleg a tűz után, hogy mit kellene itt csinálni a házakkal, és még csak véletlenül sem akartak bennünket időben informálni. Az utolsó pillanatokban derült ki, hogy hát most januárban, hogy mi a végső döntés. Környezetvédelmi témákban széleskörű egyeztetést kell tartani a lakosság körébe, az érintettek körébe. Ez megítélésünk szerint nem történt meg. A megmaradt cölöpházak tulajdonosai még mindig abban bíznak, hogy valahogy megmaradhatnak az üdülőik, legalább addig, amíg a jogvitájuk nem zárul le a beruházóval. Én ezért most motiváló filmeket nézek egyébként.
De tényleg, hogy érnek el emberek olyat, amiről mindenki nem mond. A Fertőtó Barátai Egyesület pedig a héten a Greenpeace-szel közösen támadta meg bíróságon az egész beruházást. Most az első fázisban a területrendezésre 9 milliárdot költ az állam. Ezeknek a munkáknak egy része szerintük még visszafordítható. De sikeres a munkánk, lehet, hogy az lesz az eredmény, a 30 milliárd forintnak egy másik részét arra kell fordítani, hogy el kell tüntetni a nyomait a 9 milliárd forintnak. Erre inkább adok pénzt, mint adófizető, hogy tüntessék el a nyomait egy hibának, mint arra, hogy a hibát még tovább növeljék.